Másfél évben komoly partnerekkel alakítottunk ki szakmai együttműködést, amelynek a célja az, hogy mi magunk is tanuljunk. Tanulni szeretnénk természetesen a Kogárt Alapítványtól is, hiszen az elmúlt időszakban számos fontos kiállítást rendeztünk, és a Kogárt Alapítvánnyal együttműködve reményeink szerint fogunk is. Őszintén örülünk annak, hogy ez a fantasztikus kiállítás létrejöhetett, és megvalósíthattuk dr. Szinyei Merse Anna álmát, hogy 67 év után egy gyűjteményes tárlata legyen Budapesten Kosta Józsefnek. Azt a fajta rehabilitációs munkát, amelyet elkezdtünk a csontvári hagyaték bemutatásával, folytatjuk a mai napon, és egy olyan nagyszerű álmodozónak, egy olyan zseniális művésznek a kiállítását láthatjuk ma, amelynek a megvalósításához szintén nagyszerű, távlatosan gondolkodó álmodozókra volt szükség. Tudjuk, hogy itt egy óriási nagy életműről van szó, egy közel 9 évtizedes életútról, egy hatalmas nagy alkotói teljesítményről, számát tekintve is óriási nagy mennyiségű és ugyanakkor fantasztikus minőségű festményekről. Úgyhogy itt az volt a vállalása a két kurátornak, hogy olyan módon mutatja be az életmű egészét, hogy minden korszakból emblematikus, erejű és értékű művek jelennek meg, azaz megmutatják a művész gondolkodásának, látásmódjának alakulását, változását, megmutatják azt, hogy miképpen teljesedett ki ez az életmű, miképpen vált a magyar művészet történet egyik legfontosabb életművévé.